Az unusual nöcsörbe -e mutatja kis Gábor eltűnését. 2000 novemberében Gábor egy koncertre indult az egyik este, és elköszönt édesanyjától. Ő pedig emlékeztette a szélcsekiére, és óvatosságra is intette a fiát. Majd Gábor búcsút vett, és elindult a más klub felé, ahol az osztálytársaival beszélték meg a találkozót. Édesanyja nem tudta, hogy örüljön-e, hogy megy a fia vagy sem. De hát fiatal, 17 éves, most van itt az ideje, hogy szórakozzon. Egyébként is olyan otthon ülős fajta, legfeljebb biliárdozni jár el néha. Koncerten utoljára három héttel korábban járt, akkor is a más klubban, és rendben hazaérkezett különben is megérdemli, hogy mehessen, hiszen az egyik legjobb tanuló az angol takozatos osztályában. Most kapta az értesítést, hogy a város összöndíjasa lett. Minden esélye megvan arra, hogy felvegyék az orvosi egyetemre, ahová érettségi után szeretne járni. Nem lesz semmi baja. Így hesegette el magától a sötét gondolatokat az édesanyja. Gábor azonban nem érkezett haza a megbeszélt időpontban. A szülők már reggel hívták a rendőrséget, ahol azonban türelemre intették őket. De a mi fiunk mindig időben hazaérkezik, mondták a szülők. Délben már személyesen jelentek meg a város rendőrkapitányságon, ahol végül is felvették az adataikat. Gábor pedig csak nem akart előkerülni, sem aznap, sem másnap, amikor már iskolába kellett volna mennie, sem a következő héten. Majd hazamegy, amikor éhes lesz, nyugtatták meg a szülőket a rendőrségen. De ha nem, akkor karácsonyra mindenképpen. Ami mi fiunk nem olyan, hogy csak úgy eltűnjön, törölgette a szemét az édesanyja. És igaza volt. Gábor nem érkezett haza karácsonyra sem. Egy fiatalember ballagott az Egertől tíz kilométerre fekvő Eger-Baktafő utcáján 2000. novemberének egyik hűvös hétfői reggelén szél úján valamiféle felirattal, vállán hátizsákkal. Az egyik házerkéjén egy asszony állt, s figyelte a fiút. Azonnal feltűnt neki a különös kettősség. Egyrészt a megnyerő arckifejezés, másrészt a fiú állapota járása bizonytalan volt, mintha másnapos lett volna, vagy mintha ki kábítószer hatása alatt áll. Egy rendszám nélküli világos színű lada kombi közelített Eger felől. Alig haladt el a fiatalember mellett, megállt, kiszállt belőle egy hosszú hajú katonai gyakorló ruhát viselő férfi. Mi van te fasz fej? Hiába lógtál, meg mégis megtaláltunk. A fiú nem válaszolt, s nem is ellenkezett amikor a férfi betuszkolta a hátsó ülésre. Az autó pedig a falu központja felé indult. Ragyogóan sütött a nap 2001. május 23-án. A Duna hullámai szikráztak a napfényben. Szarvas Gábor hajós szokásos napi rutinját végezte, a bújákat ellenőrizte. Hát az meg micsoda? kérdezte csak úgy magától, az adonyi réfhez közeledve. A víz fölé hajló füzesben, a fahordalékok között fára akadva valami furcsát látott. Úristen! kiáltott fel, amikor egészen közel navigálta magát a parthoz. A Duna egy holtestet ringatott. A férfi nyúlt a telefonjáért, hogy értesítse a rendőrséget. Az pedig érkezett is, ám a holtestet nem a helyszínen, hanem több mint három kilométerrel lejjebb vontatva emelte ki, és vizsgáltatta meg a hatósági tanúk közreműködésével. A holtestről mindkét alkar hiányzott. Akár csak a bőr egy része sőt több helyen a lágy részek is lefoszlottak. Kis Gábor vette a kezébe az egyik hatósági tanú a fiúnál talált olványt, és azt kérdezték maguktól, hogy nem ő az a fiú, aki ősszel tűnt el. De ő az, tette le az újságot az egerbaktai asszony. Az a fiú egerből, nézett a férjére. Tudod, az, akit ősszel láttam, mindenképpen be kell mennem a rendőrségre. Elmondom, amit láttam. Szegény fiú, tette még hozzá az asszony. Azóta is furdal a lelki ismeret, hogy akkor nem szóltam semmit. Az asszony tanúvallomását május 31-én jegyzőkönyvezték az Egri városi rendőrkapitányságon. Végül is mi történhetett Gáborral? Mindenki, aki ismerte a fiút, vagy akár csak hallott az eltűnéséről, azt találgatta, hogy mi történhetett Gáborral. Három változat lehetséges. Öngyilkos lett, baleset érte, vagy meggyilkolták. A rendőrség az első variációt tartotta a legvalószínűbbnek, a város lakói a harmadikat. A rendőrség állami gazgatási eljárás keretében vizsgálta az esetet. A polgárok kérték, hogy vizsgálják a bűncselekmény lehetőségét is. Több mint hétezeren írták alá a petíciót, élén a polgármesterrel. A rendőrség ezután elrendelte a nyomozást. Az előírások szerint a gyilkosságot alapesetben annak a megyének a rendőrfőkapitánysága vizsgálja, ahol a holtestet megtalálták. Ettől ugyan bizonyos esetekben el lehet térni, ám erre most nem találtak okot. Kis Gábor vélelmez egy gyilkosait rendőrfőkapitányság kereste. Az ottani nyomozók jártak Heves megyébe, vagy kérték fel az egri kollégákat egy-egy vizsgálatra, de sajnos nem jutottak messzire. Nem tudták például rekonstruálni az áldozat napját. Azt, hogy egyáltalán találkozott-e Gábor az osztálytársával rihárdal, ahogy azt az édesanyjának említette. Kik lehettek azok a fiúk, akikkel a klub közelében látták? Igaz-e, hogy Gábor azon az éjjel, amíg akart menni, hogy ismét meghallgassa a kedvenc bandáját? Volt-e kapcsolata a közeli Rózsa Károly utcában lakó kétes egzisztenciájú fiatalokkal? S legfőképpen, hogyan került Gábor Eger baktára, ha valóban őt látta az a bizonyos asszony az erkéről? S kik tuszkolták be a rendszám nélküli Lada kombiba. Kérdések, amelyre máig nem kaptunk választ. Nem tudtunk belenyugodni a nyomozás eredménytelenségébe, mondta az édesanyja a lakásukban. Az asszony magyar szakos tanárnő volt, ám a fiúk halála után leszázalékolták. Gábor íróasztala ma is ugyanúgy található, ahogy azon az estén hagyta. A könyvei, a füzetei és az íróeszközei. A sarokban pedig a megnyerő tekintetű áldozat fényképe. Magánnyomozót fogadtunk. Adta hozzá a fiú édesapja, ám az ő eszközei is korlátozottak voltak. Ha megtudnánk, mi történt a fiunkkal, az elviselhetőbbé tenni számunkra, az amúgy elviselhetetlent, hajtotta le a fejét az édesanyja. és talán nyugtatókon sem kellene élnünk, Két-három havont a pszichológus segítségét kell kérni. Az édesanyja nem adja fel, folytatja a harcát, hogy kiderüljön, miért kellett meghalnia íj fiatalon a fiának, újdonság, hogy a család egy millió forint díjat ajánlott fel a nyomra vezetőnek. Az ifjú eltűnésének okáról számos változat született. Például, hogy öngyilkos lett, elmenekült otthonról, de egyik szál se vezetett nyomra. Édesanyjának meggyőződése, hogy azért, mert a heves megyei hatóság nem kezelte meg felelően és elég komolyan az esetet. Gábor holttestét 2001. május 23-án emelték ki Adonynál. A Fehér megyei rendőrök nyomoztak az ügyben, miután az országgyűlési képviselő közbenjárása az ottani főügyészség emberülés miatt rendelte el a büntető eljárás elindítását. A procedúra végül azzal zárult le, hogy nincs bizonyít gyakosságra. Lassan húsz év telik el, de még mindig rejtély a fiú halála. Ha bárki tud valami információt, kérlek, keresétek fel a rendőrséget, vagy bárkit, akivel biztonságban lehet az az információ. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Iratkozzatok fel, és jövő héten jelentkezem. Sziasztok!